A Magyar Kupa 6. fordulójában az UFC Nagykanizsa csapatát kapta ellenfélül a török Szent Miklósi FC. A mérkőzést jó felfogásban, jó iramban, bátran játszva kezdte a miklósi csapat. Úgy tűnt, nem viselte meg őket a több mint 300 kilométeres utazás. Gusztafik vezérletével jól működött a védelem, bár a harmadik percben lesállás előzte meg a hazai gólt, így ezt nem adta meg a játékvezető. A 9. percben a frissen leigazolt török Szent Miklósra visszatérő Szecsei Péter végzett el szabadrugást, a pattanó labdát Gusztafik a felső lécre helyezte, a kipattanót Rab fölé lőtte. Közel volt a vezető gól. A másik oldalon is fölé ment egy hazai lövés. A 12. percben Szecsei a jobb oldalról belőtt labdáját a hazai játékos a karjával stoppolta le a büntető területen belül, a játékvezető továbbot intett. 3 perc múlva újabb hazai lövés elkerüli török kapuját. A 19. percben viszont már nyújtózkodnia kellett a miklósi kapusnak egy beívelésnél. 2 perccel később Héder Attila beadásánál akadt dolga Szabó kapusnak, a kipattanót Kovács Rihárd kapásból kapura lőtte, de a védő kisegítette a hálóért, a támadás zárásaként Szecsei is lőtt, ezt azonban a hazai kapus hárította. A 28. percben Szedlák lőtt kapura, alig ment mellé. Az első játékrész utolsó helyzete is a vendégcsapat előtt adódott. Nagyjából 30 méterről Rab tesztelte pontrugásból a Kanizsa kapusát. 0-0-nál cseréltek térfelet a csapatok. A második félidőben magasabb fokozatba kapcsoltak a hazaiak. Helyzet az 56. percben oldalháló. A 64. percben töröknek kellett nagyot védeni. Majd 2 perc múlva újra a miklósi kapusnak akadt dolga. A 68. percben Gerencsér vezetés szerzett a Kanizsának. A felpattanó labda átpattant Gusztafik, Fekete és a későn érkező vetődő török felett is, de a hazai játékos el tudta fejelni és a kapuba passzolt. 1-0 tehát a 68. percben. A 70. percben Szedlák lőtt élesszögből kapura, megfogta a kapus. A 78. percben Gusztafik sodorta el a labdát Horváth lábáról. A mérkőzés utolsó percében egy előreívelt labda pattant a nagy lendülettel induló Lőrinchez, aki 16 méterről átemelte török kapust és beállította ezzel a végeredményt. UFC Nagykanizsa török Szent Miklósi FC tehát 2-0, emelt fővel búcsúztunk az idei kupasorozattól. A Nagykanizsán szerepelt a csapat Magyar Kupa mérkőzésen, és bár 2-0-es vereséget szenvedtünk, azt gondolom, hogy az első félidőben abszolút partiban voltunk a hazai csapattal, sőt, akár vezetést is szerezhettünk volna. Valóban, azt gondolom, le a kalappal a csapat előtt, hisz felvették a versenyt egy profi szintű csapattal. Mint tudjuk, 21 profi játékosa van, heti 5-öt edzenek, nem dolgozik senki, tehát csak a futballal foglalkoznak. És valóban az első fél időben én azt gondolom, hogy fel is vettük a versenyt, a kesztyűt, sőt, a vezetést is megszerezhettük volna, voltak lehetőségeink. Aztán azt gondolom a második fél időben azért kijött a különbség, hogy ők profi játékosok, jobb erőben vannak, képzettebb játékosok. Hibáztunk, hibából kaptuk azt gondolom az első gólt, az egy kicsit megtört minket. Nem nagyon tudtam már váltani, hisz ugye nem teljes csapattal tudtam érkezni, illetve sérültek is voltak, de ennek ellenére én elégedett vagyok a csapattal. Mennyire csalódottak a játékosok, hiszen elég sokat utaztak és gyakorlatilag vereséggel távozunk. Hát igen, azért közel 400 kilométert utaztunk Nagykanizsára, ugye korán reggel indultunk, és így kellett nekünk pályára lépni. Egy picit most nyilván nehezen viselik a vereséget, hisz az első gól is egy hibából adódott, a második gól már ott kitámadtunk, nem értettük meg egymást, lekontráztak minket igazából, tehát nyilván egy kicsit csalódottak, de én azt gondolom, mikor leülepszik ez bennük, akár már hazafelé úton, pozitívan fogják látni ezt a mérkőzést.